Most pedig a következő előadónkat szólítanám. Kubinyi Tamás írót, művelődéstörténészt, újságírót, műsorvezetőt, az Álmos Király Akadémia alapítóját és az Álmos Király Televízió alapítóját. Kubinyi Tamás. Hölgyeim és uraim, köszöntöm Önöket szeretettel. Immáron második alkalommal gyűltünk össze, hogy a pozsonyi csatára emlékezzünk, hogy végig gondoljuk ezen a helyen, immáron második alkalommal, hiszen két nappal ezelőtt is itt voltunk, és nem elég a pozsonyi csatára emlékezni, nem elég arra a háborúra visszagondolnunk, amely Magyarország végleges megalapításának a dátuma. Ez a nap, ez az óra, ez a perc az, amikor 907-ben, 1107 esztendővel ezelőtt Magyarország megszületett. Az, hogy a történelem hamisítás egészen odáig ment, hogy jó 100 évvel eltolta Magyarország alapítását, az ezredik esztendő karácsonyára, ez már része annak a folyamatnak, amelyet meg kell értenünk. Tulajdonképpen egy 1000 éves történetet kell végig tekintenünk, mert a pozsonyi csata és a jelenkor tökéletesen összefügg. Ugrosz eliminandos esse, a magyarokat ki kell írtani a Kárpát-medencéből, a világ minden részéről. Ez a szándék 1107 évvel ezelőtt született meg, és ez a szándék a mai napokban is érvényesül, a mai nemzedék is tökéletesen megtapasztalhatja, hogy mit jelent magyarnak lenni a Kárpát-medencében. Az, hogy pontosan a pozsonyi csata, pontosabban az a háború, amely a 907. esztendő június 17-én kezdődött, amikor Gyermek Lajos király, aki a pápa felszólítására, ez is nagyon érdekes, hogy a pápa felszólítására keresztes hadjáratot indított a magyarok ellen. Tehát az a pápaság, amely Magyarországnak az eltüntetésén fáradozott, és amely annyi mindent őriz a magyar múltról, hogy csak más ne mondjak, ebben az esztendőben éppen a januári napokat sikerült a vatikáni levéltárban töltenem, ahol újabb bizonyítékokat találtam arra vonatkozóan, hogy a Habsburg család mégiscsak a trastevérei gettóból származik. Ez egy nagyon fontos dolog, mert a magyar történelmet soha nem fogjuk megérteni, ha nem nézünk utána, hogy ki kicsoda, ki honnan jött. Mi magyarok a Kárpát-medencében voltunk mindig is, és innen rajzottak ki törzseink a világ különböző részére. Az, hogy Álmos 7 törzssel megkötötte a törzs szövetséget, ez a magyar nemzet születésének az előkészülete. Tulajdonképpen mondhatjuk, mint ahogy jeles történészeink 1848 körülre teszik a magyar nemzet születését, de például az amerikai Egyesült Államokban azt tanítják rólunk, hogy mi egy fiatal demokrácia vagyunk, a magyar nemzet az 1989-ben született, és így méltó módon fogja a nagyobb testvér párt fogolni az elkövetkezendő időkben is. Szerényen elhallgatják az igazságot, elhallgatják azt, hogy mi nem csak hogy az államiságunkat immáron 1100 esztendőre vissza tudjuk vezetni, és ez azért több, mint az amerikai hódítás 200 éve, amely során indiánoknak a 10 millióit írtották ki, és a világtörténelem legnagyobb gaztetteit követték el, hogy csak egy példát mondjak, Hiroshima. Ilyen a demokrácia őre, és emellett a felügyelet mellett történhet az meg Magyarországon,
hogy a jelenkori helytartóság, legyen az bármilyen politikai árnyalatú, mindig egyöntetűen kiáll a magyar történelem meghamisítása mellett. Ez az a bizonyos finnugor fajelmélet, amelyet nem értünk kezdetben, hogy miért van rá szükség, de aztán lépésről lépésre megérthetjük, hogy nem csak a magyarság gyarmati alávetettségének a szellemi háttere, hanem tulajdonképpen a magyar írtásnak a legfőbb eszmei támasza. A magyar írtás pedig úgy néz ki jelen időben, hogy 7 millió magzatot az anyaméhben gyilkoltak meg, és immáron 3 millió ember veszítette el csak az utóbbi 20 esztendőben a munkahelyét, és közülük 2 millió keresi a mindennapi megélhetését idegenben. A magyar írtás különösen akkor válik kényes kérdéssé, hogyha megvizsgáljuk, hogy ki a magyar ebben a hazában. Számos elmélet van rá, hogy az a magyar, akinek fáj Trianon, ugye? El is fogadhatjuk. Az a magyar, akinek a felmenői éltek és haltak ezért a hazáért. A magyar mindig befogadó nép volt, de azt nem gondolták eleink, hogy pontosan azokat fogják kiebrudalni ebből az országból, és annak mindenféle hatalmi, vagy egyáltalán megélhetési lehetőségéből, akik magyarok. Most ott tartunk, hogy Magyarországon a magyarok vannak leghátrányosabb helyzetben, őket sújtják mindenféle nyomorúsággal, adópréssel, megélhetési ellehetetlenítéssel, a hétköznapok megkeserítésével, tönkretételével. Tudatosan még arra is figyelnek, hogy a közlekedés nehogy úgy történjen, ahogy lehetséges mondjuk ebben a városban, hanem legyenek dugók, legyenek egyirányú utcák, legyenek lámpák, útszűkületek, legyen nyomorúságos a magyar élete a saját hazájában. A vidéken élő magyarokról ne is beszéljünk, mert az ő életlehetőségeiket elképesztő módon nyomorították meg. A mezőgazdaság, a magyar ipar totális felszámolásával, a megélhetési lehetőségek megszüntetésével, és a közlekedési lehetőségeknek a pénzhez kötése által egyfajta olyan röghöz kötés történik jelen időben Magyarországon, mint ami utoljára a Dózsa-féle háborúnak a következményeként történt. A magyar történelemnek jeles dátumai az 1989-es fordulópont, amikor lehetőség lett volna arra, hogy önkezünkbe vegyük saját sorsunkat, ám a háttérhatalom és a háttérintézmények szervezkedése folytán gyakorlatilag nem történt meg a változás, nem történt komoly lépés arra, hogy Magyarországon a magyar végre úgy élhessen, ahogy dolgozik, és úgy létezhessen, ahogy megérdemli, ahogy az hozzá méltó. A magyar ember a háttérhatalom intézményeit nem ismerhette meg. Nem is tudhattuk pontosan, hogy kik az ávósok, kik a pufajkások, kik a besúgók, kik a 3/1-2-3, ki tudja hányas ügyosztálynak a titkos munkatársai, tartótisztjei és mindenféle egyéb alkalmazottai. Nem tudhatjuk, hogy a hajdani pufajkások, munkásőrök miért foglalják a kulcspozíciókat még mindig Magyarországon, miközben a volt kommunista tömb minden egyéb országában megtörtént, még ilyeneken, mint Románia, ott is megtörtént az elszámoltatás, az ügynökök adatainak nyilvánosságra hozatala. És milyen furcsa az, hogy a CNSAS rövidítésű román intézménynek, amely az ügynök iratoknak a nyilvánosságra hozatalában vállalta a közfeladatot, a legtöbb nem nyilvánosságra hozott
hajdani ügynök és hasonló munkatársa az éppen Magyarországon van, és ma is aktív, és ma is a magyarok legszentebbnek hit szervezeteinek a kulcspozícióit foglalja el. Gondoljuk el, hogy miért van az, hogyha a magyar ügy mellett kell kiállni, akkor összejövünk néhány tucatnyian, néhány százan ebben az országban, de nem többen. Majd pedig, mikor jön egy békemenet, és azt mondják, hogy nem leszünk gyarmat, és elfelejtik hozzátenni, hogy hát 500 éve gyarmat vagyunk, tehát nem leszünk, hanem vagyunk, voltunk, és bízunk benne, hogy egyszer vége lesz, akkor a háttérhatalom helyi lerakatának szervezésében a vidéki magyarok, jó szándékú jámbor magyarok utaztatásával százezrek gyűlnek össze ezen a téren, és még mindig ott tartunk, hogy a többség, az RTL klub, a TV2 közönsége nem tudja észrevenni, nem képes a saját információ felfogó rendszerébe beilleszteni, hogy mi az, ami vele történik. Na hát ez ugyanaz, mint a pozsonyi csata, csak annak a jelen idejű megjelenése, és hogyha mi megértjük a pozsonyi csatának az üzenetét, megértjük azt, hogy egy ember irányítása alatt állt az ország, Álmos fia Árpád volt az, aki a magyarokat összefogta, és akinek egyetlen intésére, egyetlen szavára az ország megindult. Amikor 907-ben Enzburg alatt Gyermek Lajos, frank germán király irányítása alatt összegyűltek a seregszemlére, majd pedig a seregszemle hirtelen hadmozdulatot kezdett végrehajtani, és Magyarország felé a Duna északi és déli partján megindultak, középen pedig egy uszály flottát úsztattak teljes katonai utánpótlása 12 ezer fő volt az uszályon, az északi titkos sereg 45 ezer fő, a déli fősereknek hit csapat az 40 ezer fős volt. És ezzel szemben mi négy töményt tudtunk kiállítani. A négy tömény nem érte el külön-külön a 10 000-es létszámot, együttesen 35 ezerre tehető az a mozgósított haderő, amellyel mi igyekeztünk feltartóztatni a nyugatiakat. Árpádnak a zseniális taktikája az volt, hogy frontálisan nem engedi, hogy a két sereg megütközzön, mert teljesen nyilvánvaló volt, hogy a háromszoros túlerőben lévő egyesített nyugati keresztes sereg mégiscsak fölül tud kerekedni. De a magyaroknak ezek a megelőző csapásai, mindenféle váratlan éjjeli támadásai, lassító oldalról, hátulról érkező csapásai a fősereg dél-dunai irányába, ez képes volt lassítani az előre vonását ennek a fősereknek, és június 17-től június hónap vége körül történt az meg, hogy már Pozsonytól 50 kilométerre megjelentek, és ott is próbáltak ők hadrendbe fölfejlődni, csak éppen a Duna vonala nem engedte, mert a Duna sok ágon folyó, és mindenképpen egy zárt völgyrendszert alkotó folyam volt akkor is. És a Duna nem tette lehetővé azt, hogy hadrendbe álljon a sereg. Ennek volt a következménye, hogy az élen, a sereg élén haladó vezérek az összecsapások során életüket vesztették, a megmaradt sereg pedig menekülőre fogta nagyon sokszor. Ez egy hihetetlen dolog, hogy a nyugatiakat sikerült megállítani, sikerült menekülésre késztetni. Éppen július 4-e volt a dunai átkelésnek a napja,
amikor Árpád megértve azt, hogy az előre vont titkos északi ellenséges keresztes sereg a legnagyobb erőt jelenti, és az még semmiféle harc érintkezésbe nem bocsátkozott, csak a déli, akkor egy olyan taktikát talált ki, megértette, hogy Pozsonynál akarnak átkelni, tehát jön nyugatról, északon, délen a két sereg, és Pozsonynál át akarnak kelni, és be akarják keríteni a magyarokat két irányból megtámadni. Azért nem kevés felderítő munka és logikai hadvezéri tapasztalat következtetés az, ami az ellenség taktikájának, stratégiájának a tökéletes felismerése után megalkotta az ellenstratégiát. Az pedig úgy szólt, hogy nem ők fognak átkelni a Dunán, hanem mi kelünk át a Dunán, amit ők el sem tudnak képzelni, mert nekik az egy elképesztő hajóknak, tutajoknak, mindenféle uszályoknak az egyesítésére volt szükség ahhoz, hogy át tudjon kelni esetleg majd az északi sereg, de hogy mi mindenféle ilyen eszköz nélkül át tudunk úsztatni, és tömlőkkel át tudjuk vinni a harci felszerelést is, erre nem számítottak. Ez az ősi szkíta nyugati hadviselés, ami Árpádnak a vérében volt. Árpádunk 845-ben született, és tökéletesen apjától, Álmostól és nagyapjától, Ügyektől első kézből kapta azt a hadviselési módot, amellyel annak idején az ötödik nemzedékben Attila egész Európát, Eurázsiát meghódította. Ez a hadviselés, ez tette lehetővé, hogy az északi sereget hátba támadó, a Dunán átkelő csapat meglepetést okozott és teljes zavart okozott a nyugati kereszteseknél, akik egyébként abban a hitben voltak a pápa által, hogy mi pogányok vagyunk, ezért kell bennünket kiirtani, és most is ebben a hitben vannak, hogy ők a keresztények, mi vagyunk a pogányok. Milyen érdekes ez, hogy itt vagyunk mi, magyarok, az eredendő jézusi tanítással, amelyet első kézből Jézustól kaptunk, és az ő vérségi leszármazottjaiként a magyarság évezredek tudását vitte tovább a saját kereszténységébe, és hogyha esetleg túlzásnak találja valaki ezt a fél mondatot, akkor indoklásként csak annyit szeretnék mellé tenni, hogy az úgynevezett idézőjeles honfoglalás kori sírok, mert hogy nem honfoglalás, hanem hazatérés volt, a honfoglalás kori síroknak a leggazdagabb lelete az nem a tarsolylemez, nem a lovas temetkezés maradványaként a lókoponya és a csülke a lónak, nem a különböző fegyvermaradványok vagy ruhaviseletek, hanem egyetlen egy dolog, a mellkeresztek, amelyek a legnagyobb számban találhatók ezekben a sírokban. A mellkereszten pedig áldó kéztartásban lévő Istenanya, Szűz Mária ábrázolások vannak többségben, Jézust pedig úgy ábrázolják, hogy az ő keresztsége az tökéletesen megmutatkozik. És hogy ezeket a mellkereszteket nem tudták beilleszteni abba a történelem tanításba, amely a finnugor fajelmélet mentén azt mondja, hogy a magyarok pogányok, ez leginkább a tetten érhető hazugság, és az, hogy gyermekeinket erre tanítják, és ebből kell vizsgáznia az egyetemen a diákoknak, ez mind azt jelenti, hogy az önmegtagadás, a magyarságtól való elszakadás a feltétele annak, hogy Magyarországon valaki munkát vállalhasson, akár csak egy egyszerű tanári állást,
elláthasson, ahhoz is olyan nézeteket kell vállalnia, ami egyébként nemzeti megmaradásunk szempontjából tarthatatlan. A pozsonyi csatának a részleteit Herczeg Ferenc barátom el fogja mondani, és azokból a részletekből valójában egy háborút nem lehet itt néhány percben összefoglalni, de a háborúnak a lényegét, hogy mi megnyertük ezt a háborút, és ezen a napon, július 7-én nyertük meg a háborút, és a háborús győzelmünknek a legfőbb oka nem is a fegyverbeli másság volt, hiszen a magyar könnyű lovasság és a nyugati páncélozott nehéz lovasság tökéletesen ellentétes egymással, az egyiknek a gyorsaság, a kreativitás, mindenféle rögtönzés a legfőbb jellemzője, a másik pedig előre indulva, mint egy gép, mint egy nemzet írtó gépezet úgy megy parancsszóra, lépésről lépésre. A magyaros észjárás, a csodálatos fegyvereink, a reflex visszacsapó íj, a kelevéz, a hihetetlen módon idomított magyar ló, és egyáltalán a szkíta gyökerű harci technika, ez mind kevés ahhoz, hogy megértsük, hogy miért győzött Árpád apánk a pozsonyi csatában. Ha nem tesszük mellé azt a lelki emelkedettséget, azt az eredendő jézusi tanításból, az emberiség ősvallásából, vízözön előtti magas kultúrájából eredő szellemi fölényt, amely eleinket jellemezte, és amely az írásnak a több ezer éves ismeretében a civilizáció áldásainak sokkal korábbi ismeretében a magyarságot felemelte. Nem kell, hogy felsoroljam a kengyeltől a zablán keresztül azt a magyar nyereg, a mindenféle eszközöknek a csodálatosságát, amely a leletekből azonosíthatóan a magyarság sajátságaként akkor még kimutatható. De a lelki többlet az az egyetlen dolog, ami megmaradt, mert már a lovam nincs itt, a nyergem nincs itt, zabla, kengyel nincs, az íjam sincs itt, és a kelevézem sincs itt, de a magyar észjárás megvan. Tehát amikor azon gondolkozunk, hogy a gyarmatosító, az idegenek érdekeit érvényesítő nyugati hódítással szemben mit tudunk mi állítani, mit tudunk ellentételezésként oda tenni, akkor hivatkozhatunk erre a magyar észjárásra, hivatkozhatunk annak a csodájára, amit egyébként tudósainktól kezdve a legegyszerűbb gyári munkásig mindenki bizonyított, aki a nyugati világban megfordult. Hogy más ne mondjak, a Fordnak, Henry Ford gyárának, amely a világon először kezdett autókat sorozatban gyártani, a fő konstruktőre az a Galambos József volt, aki Makón kovácsmesternek készült, és ha már a kovácsmesterséget kitanulja, akkor a lakatos mesterségbe is kicsit belenézett, és aztán mikor jó mesterember lett, valahogy úgy hozta a sors, hogy a műegyetemre eljutott, és mérnöki oklevelet szerzett, majd pedig Amerikába kikerülve a Ford gyár legalacsonyabban fizetett segédmunkásának szegődött el, és csak arra figyeltek föl, hogy Galambos József azt mondja, hogy nem oda kéne azt rakni, hanem egy oda, arrébb egy kicsit. És akkor, hát jó, mondhat ez a magyar, amit akar, de aztán rájöttek, hogy valóban oda kell tenni, mert akkor kevesebb mozgással lehet az eszközöket, az autóalkatrészeket mozgatni. Majd pedig egy idő után elkezdtek figyelni Galambos Józsefre, és Galambos József nem csak ennyit mondott, hanem azt is mondta, hogy kellene
valamiféle ott a sebességváltó körül kellene valami, ami kiegyenlítené annak a két keréknek a kanyarodásakor a különböző út megtételét, hiszen az egyik kerék, amelyik közelebb van a kanyarodó körív centrumához, az kevesebbet megy, mint a másik. És ezt a kettőt valahogy ki kell egyenlíteni. És aztán Galambos Józsefnek a találmányai szépen beépültek a Ford autóba, majd pedig azt is javasolta, hogy egy ilyen mozgó szalagra kellene tenni az alkatrészeket, és ott menet közben elvégezni a szükséges munkákat. Galambos József volt az, aki a világon először Henry Ford számára a versenyképes autót létrehozta. A versenyképesség azt jelenti, hogy $1000 alatt volt az ára. Persze a dollárnak az akkori árfolyama az egészen más volt, sokkal értékesebb volt a mostaninál. De az $1000 ár egy átlag ember számára felfogható és kifizethető volt. És egész Amerika autókra lett ültetve Henry Ford áldásos tevékenysége által. Ha pedig kíváncsiak vagyunk arra, hogy miféle ember volt ez a Henry Ford, akkor tessék az ő munkáját, az örök zsidót letölteni az interneten, és tessék tanulmányozni, mint ahogy a Zion bölcseinek jegyzőkönyvét is tessék tanulmányozni, azt a hamisítványt, ugye, amiről természetesen elismerünk mindent, hogy hamisítvány, csak az egy gond van vele, hogy minden szava igaz, de egyébként hamisítvány. Tessék ezt olvasni, tessék a világhatalom természetét tanulmányozni, mert az a világhatalom, amely 2014-ben rákkal, élelmezéssel, közoktatással, médiával, megélhetési lehetőségekkel ki akar írtani bennünket a Kárpát-medencéből, ez a világhatalom ugyanazt a vérvonalat viszi tovább, mint az egyesített európai seregek, amelyek a pozsonyi csatában törekedtek a magyarság teljes kiirtására. Az, hogy a magyar államnak mi a születési dátuma, és akkor összehasonlítjuk az 1000. esztendőt a 907. esztendővel, azt látjuk, hogy az állam kritériumaként megfogalmazhatjuk, hogy egy területhez kötődik az állam, hatalomhoz kötődik azon a területen, és az ott élő emberek számára törvények által biztosítja a mindennapok rendjét, törvényességét, és biztosítja az egymás közötti konfliktusoknak a rendezési módját. És mindez 907-ben már bőven megvolt, hiszen maga a pozsonyi csata igazolja azt, hogy a magyarság meg tudta magát védeni, noha nyilvánvaló, hogy a Tiszántúlról, vagy Erdélyből, Kárpátaljáról Árpád nem tudott vezényelni seregtesteket, mert ez alatt a néhány hét alatt, június 17-től július közepéig csak a Dunántúli felvidéki egységek tudtak úgy, ahogy megszerveződni, és hogy mégis sikerült megállítani a nyugati hódítást, nem akármilyen áron, hiszen Árpád 3 fiát veszítette el. Magyarországon a 3 fiúnak a nevét sem tanítják, letagadják az egészet. Elképesztő, a gyermekemnek elolvastam a tankönyvét, amelyről azt hittem, hogy miután 8-os tankönyv, azt gondoltam, hogy jó, hát ez egy ilyen lebutított, valamiféle kis szerény tudást adó gimnáziumi tankönyv, majd pedig kiderült, hogy 8. osztályban tanulják legrészletesebben a magyar történelmet, és utána már az érettségi előtt csak egy enyhe kis ismétlés van, tehát ami a 8. tankönyvben benne van, az minden. Pozsonyi csatáról egyetlen szó sincs, de például az augsburgi csatánál elfelejtették megemlíteni Lehelnek, Súrnak a nevét,
nem beszélnek Gulcsúról. Valami megdöbbentő, hogy miként lehet a magyar történelmet úgy tanítani, ez mind-mind egy rendszerbe kerül, a rendszernek a lényege pedig, hogy nehogy valami hazafiasságot, nehogy valami eleven erőt tapasztaljon az a gyermek, mert ha csak egyetlen csatát, csak a pozsonyi csatát úgy tanulja meg, hogy az hasonlít az eredeti tényekre, adatokra, abból már a gyermek lelkében ki kell a mag, és abból már lesz egy olyan magyarságtudat, amely az egész későbbi életére kihat. Na hát ettől félnek, ettől az ébredéstől tartanak, és ezért van az, hogy 2014-ben is a magyarság döntő része RTL Klub népeként egyfajta tetsz halotti életet él. Tömeghipnózisban elhiszi azt a valóságot, amit vetítenek számára, és nem veszi észre az ő sorsát leginkább meghatározó közvetlen valóságot. A nyugati és a keleti, a nyugati kapitalista és a keleti kommunista világ hatalmi törekvések egytőről fakadnak, és ezeknek a legfőbb akadálya a nemzeti gondolat, a különböző nemzeteknek a természetes sarjadása, fejlődése, hiszen a nemzet az nem úgy jön létre, hogy egy térképet kitesznek egy asztalra, és meghúzzák, hogy na most itt lesz Szlovákiának a határa, és akkor punktum, végeztem, hanem a nemzet a jóisten akaratából jön létre, ma még az emberi tudomány nem alkalmas arra, hogy a nemzetek létrejöttét meg tudja érteni, és valamilyen módon tudja modellezni. Ezért történhet meg, hogy olyan országok születnek, amelyek életképtelenek, amelyek néhány évtized múlva eltűnnek a térképről, a trianoni utódállamoknak a döntő része már nem létezik, és hogy Magyarországot tűzzel, vassal igyekeznek megtartani, az nem véletlen, tőlünk félnek a legjobban, mert bennünk van meg az az eredendő tűz, életerő, tudás, múltismeret, és a nemzedékeknek a szerves összekapcsolódása, amely lehetővé teszi, hogy majdan a magyarság maradéka ébredjen. Az az ébredés, hogy mikor fog bekövetkezni, azt még nem tudjuk pontosan, jelen időben az altatásnak az idejét éljük, a magyarországi pártoknak, szervezeteknek a döntő része ma is hamis tudás mellett jegyzi el magát, hogy más ne mondjak, a parlamentben nincs olyan párt, amely a Habsburgoknak a valódi szerepét mondjuk felismerve a magyarság hajtó erejévé tudná tenni. Minden egyes politikai erő rejtve vagy nyíltan a finnugor elméletet elfogadja, a Habsburgoknak a trastevérei, azaz Róma gettója béli származását elhallgatja, ezeknek a tényeit, adatait, bizonyítékait az Álmos Király Akadémián több előadáson elmondtam, foglalkozunk a kérdéssel, és az, hogy itt és most, ma, 2014-ben ünnepelhetjük az Álmos Király Akadémiának a negyedik esztendejét, az Álmos Király Televíziónak a második esztendejét, ez is több annál, mint amit nekünk szántak. Mindez alulról építkezve, öntevékenyen, a semmiből jön létre a szemünk előtt, és egyetlen hajtóereje van a magyarság megmaradása iránti oldhatatlan szeretet, amely ott él a szívünkben, akár akarjuk, akár nem, ez dolgozik bennünk. Nincs is másra szükség, csak azokra, akik ezt megértik, hiszen Jézusnak 12 tanítványa volt, 12 apostola volt, és az a bizonyos 12 között is már volt egy, aki nem odavaló. Tehát meg kell nekünk szűrnünk a saját köreinket, nem kell feltétlenül arra törekednünk, hogy a miénk legyen a legnagyobb tömeg,
A magyarság mindig is a minőségre törekedett, és ez a minőség, ez az isteni eredetű minőség, ez nem győzhető le. Csak mi tudjuk önmagunkat felszámolni, ha elhisszük azt, hogy rabtartóink igazat mondanak, és mi valóban egy ilyen alávetésre való szolganép vagyunk, miközben ők is tudják, mi is tudjuk, hogy a világ történelem leginkább szabadság szerető népéről van szó, és ez a szabadság szeretet, hogy más nem mondjak, 1956-ban a világ legerősebb hadseregével szemben akkor is megmutatkozott, hogyha már csak gyerekek tudtak szembeszállni azzal a benzines palackkal, a T-34-es tankkal szemben, és akkor is legyőzték két hétre a világ legerősebb hadseregét, és akkor is évszázadokra szóló üzenetet, megtartó erőt hagytak ránk. Nem szabad nekünk ezzel a megtartó erővel rosszul sáfárkodnunk, gondolnunk kell arra, hogy mindez nem annyi, amennyit mi észreveszünk belőle. A világ teremtése, ez itt a hősök tere, amit látunk a világból, fölöttünk a harang, a mennyboltozat. Ez csak egy töredéke annak az információ tömegnek, amely körülöttünk jelen van. És abban az információ tömegben a felső világ ereje is megmutatkozik. Az, hogy mi, a magyarság ma még létezik, és a jövendőben is fog létezni, ez tökéletesen a matematikával, mindenféle számításokkal ellentétes. Nekünk már 1100 évvel ezelőtt is azt mondták, hogy el kell tűnnünk Dentú Magyariából, abból a bizonyos nagy Szkítiából, amelynek a területén most éppen az ukránok és az oroszok, a két maradvány nép között folyik a küzdelem, miközben itt Magyarországon békés tömegkondicionálás folyik, és altatják a magyarságot, hogy nincs szükségetek hadseregre, nincs szükségetek semmire, ti úgyis elvagytok, mert van országotok. Hát ennek az országnak a maradéka, ez nem az, amit Álmos és Árpád annak idején kivívott. Ennek az országnak a maradéka az, aki hajlandó az ország alapítók, az ország teremtők szándéka mentén gondolkodni jelen időben, és nem köt kompromisszumot semmiféle világhatalommal, semmiféle sátáni, földi erővel, mert a magyarság a jóisten népeként nem arra született, hogy ebben az ő általuk teremtett profit központú világban valamiféle olyan teljesítményt érjen el, amit ők már előre számunkra kijelöltek, hiszen a fő termelőerő, a fő pénzhatalom, pénzerő, az mind az ő kezükben van, és amit mi erőfeszítéseink árán tudunk tenni, az csak legfeljebb arra lenne elegendő, hogy egy harmad-negyedrangú népnek a külsőségeit fel tudjuk mutatni. De a magyarságnak nem ez az ereje, hanem a lélekbátorság, a belső szellemi tartalom, amely felülről jött, és amely akkor hozható működésbe, ha összekapcsoljuk magunkat azzal a 300 millió magyarral, akik az égből figyelnek bennünket, mert ők azok, akik azért éltek és haltak, hogy a magyaroknak országa legyen a Kárpát-medencében. Nincs nekünk különösebb dolgunk a NATO-val, az Egyesült Államokkal, vagy felettes szervével, Izraellel, vagy bármilyen földi hatalmi szerveződéssel. Nekünk csak a mennyei hatalomra kell figyelnünk, és az ő akaratát, igazságát kell minden körülmények között kimondanunk, mert az igazság akkor is igazság, ha csak kevesen mondják ki. Budapest az elmúlt napokban
Szodomává és Gomorrává változott, és ebben a helytartóság segítséget nyújtott. Magyarország államelnöke nem tiltakozott azért, hogy magyarokat bántalmaztak itt a Hősök tére sarkán, az Andrássy úton. Egy bátor magyar fiú felmászott a kamionra, majd pedig kiderült, hogy a cigánygárdának és a zsidógárdának az ott szolgálatot teljesítő fogmegyei a legkegyetlenebb módon gyűrték le, rugdosták meg, igyekeztek őt szavakban is, magyarságában megalázni, és rajta, mint egy minden magyarnak bosszút üzenni. Az ilyen cselekedetek, amikor nem maradnak önmagukban, amikor beszélünk róla, akkor a magyar államelnök helyett cselekszünk, mert Áder János volt az, aki, amikor a főrabbi hallott valamit, egyébként a fülhallása rossz volt, és amikor ő azt hallotta, hogy valami becsmérlő szavakat mondanak rá, de lehet utána nyilatkozta, hogy nem is biztos, hogy úgy volt, csak ő úgy hallotta, akkor Áder János kiállt, és megkövette, és ugyanígy megkövette mindazokat, akik a magyarság számára valamilyen ellenséges cselekedetet hajtottak végre. De amikor Szögi Lajos tanár úr meghalt, amikor Marian Kozma meghalt, amikor magyarok százai és ezrei halnak meg ebben az országban különböző bandita támadások és magyar gyűlölő cselekedetek következtében, akkor a hatalom néma marad, akkor a hatalom nem áll ki, ez a hatalom nem a magyarságot szolgálja, ez egy helytartóság, és a helytartóság érdekeinek felel meg. Ilyen szempontból rosszabb helyzetben vagyunk ma, mint a pozsonyi csata idején, hiszen a pozsonyi csatában a Kárpát-medencébe betelepült 7 törzs, majd a 3 kabar törzs, majd pedig az itt élők, akik ugyanazt a nyelvet beszélték, és kiderült, hogy végső soron egy apától, egy anyától származnak valamennyien, amikor az ellenség ránk támadt, akkor ők összetudtak fogni, és egységesen tudtak fellépni a hódítóval szemben, és megállt tudtak parancsolni neki. Ehhez képest jelen időben a hatalom az se biztos, hogy lenne olyan kedves felismerni a kedves magyar írtó ellenséget, hiszen akkor mindaz a nyomorúság, ami itt 20 éve folyik, nem történhetett volna meg. Magyarország végletesen ketté szakadt, az egyik oldalon van a maradék magyarság, néhány millió mindenképpen életében veszélyeztetett ember, és fölöttük van néhány százezer, néhány tízezernyi kegyenc, akik abból szerzik a hatalmukat, a pénzüket, hogy nekünk minél nagyobb nyomorúságot igyekeznek teremteni. Ezt először lélekben kell felismernünk, a cselekvés ideje, az el fog jönni, azt fel fogjuk ismerni, azt nem lehet elkerülni. Egyelőre magunkat kell építenünk, magunkat kell gyarapítanunk, és örülnünk kell annak, hogy mégiscsak van erőforrásunk, mégis van mögöttünk egy olyan szellemi háttér, amit nem sikerült az elmúlt 1000 év során sem megsemmisíteni, és letörölni a föld színéről, mert hiába fáradoztak 1849. október 6-a óta, hogy mi legyünk finnugorok és semmi más, nem lettünk azok, őrizzük a tanítást, és már azt is megszerveztük, hogy a gyarmattartó helytartóságának szándéka ellenére ezt a tudást tovább tudjuk adni. Az Álmos Király televízióban minden munkanapon este 6 órától 8 óráig élő adásban beszélgetek a világ
különböző részén lévő, természetesen elsősorban Kárpát-medencei magyarokkal, és hogy ők most ezt a napi eseményt, ezt a megemlékezésünket is élő adásban tudják követni ezen a kamerán keresztül. Ez maga a csoda. Tehát ezt tették velünk a rabtartók, hogy bennünket kiképeztek arra, hogy mi meg tudjunk maradni. Hálás vagyok azért, hogy annak idején, amikor a magyar televízióban nem hagytak megélni, nem engedték, hogy a fizetésem elegendő legyen egy vízszámla kifizetésére, és elmentem a TV3-hoz dolgozni kiegészítő munkában, amely akkor a liberalizmusnak a központi televíziója volt, és ott a TV3-ban találkoztam először azzal, hogy az egész televízió alfától omegáig homoszexuális, vagy ilyen pervez, olyan pervez, úgy éreztem magam, hogy én itt egy díszpintnek kerültem ide, de megértettem, hogy a sorsnak az útja vezetett oda, hogy megismerjem őket közelről, hogy lássam, hogy milyen az, amikor megjelennek, és milyen az, amikor valaki csak a karrierje érdekében vállalja föl a másságot. A másság tisztelőinek üzenjük, hogy mi is mások vagyunk, és ezért bennünket is tisztelet illet. Olyan nincs, hogy a másság között ők mazsoláznak, és azt mondják, hogy van olyan másság, például a Népszabadság című újságban, az elmúlt napokban olyan cikk jelent meg, amely a pedofíliát védi, támogatja, magyarázza. Itt tartunk a másság tiszteletében, de könyörgöm, azokat is tisztelet illeti, akik nem pedofilek, akik nem az LMPTV, nem tudom milyen betűkkel rövidített perverzióknak a gyakorlásában találják meg emberi személyiségük kiteljesedését, hanem magyar családban becsületesen, tisztességesen szeretnének élni, tisztelik a jó Istent, szeretik a hazájukat, és igyekeznek egybetartani a családjukat. Ezeket az embereket sokkal nagyobb tisztelet illeti meg, hogy ne mondjam, a szkíták a másság kérdését megoldották, kettéhasították a másságnak az ilyen jellegű térhódítóit, és attól kezdve nem volt másság probléma ebben az országban. Ne tessék megvárni, hogy odáig menjen a dolog, mert hogyha az ország legszebb főútja annak lesz kitéve, és immáron a Hősök tere is csak a mi szombati rendezvényünk következtében menekült meg attól, hogy meggyalázzák. Hogyha ez így megy tovább, akkor előbb-utóbb azért mégiscsak felébred a nemzet. Tehát mondhatom azt, hogy a liberalizmus szélsőséges terjesztői is értünk vannak, nekünk dolgoznak, és ők sem akarnak mást, mint hogy kihozzák belőlünk a legjobb formánkat. A legjobb formánk pedig az, hogy 907-ben Pozsonyban megvédtük a hazát, és utána viszontagságos 1107 esztendő után a mai napon is itt vagyunk, és innen üzenjük minden Magyarországra fenekedőnek, hogy meg fogjuk védeni Magyarországot, ha nem lesz fegyverünk, 10 körömmel és fogunkkal megvédjük, semmiképpen nem fog beteljesedni az, amit ők nekünk szántak. A magyarság a Jóisten népe, a magyarság megmarad. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A Jóisten áldjon meg minden igaz jó magyar embert. 1107 évvel ezelőtt született meg, és ez a szándék a mai napokban is érvényesül, a mai nemzedék is tökéletesen megtapasztalhatja, hogy mit jelent magyarnak lenni a Kárpát-medencében. Az, hogy pontosan a pozsonyi csata, pontosabban az a háború, amely
a 907. esztendő június 17-én kezdődött, amikor Gyermek Lajos király, aki a pápa felszólítására, ez is nagyon érdekes, hogy a pápa felszólítására keresztes hadjáratot indított a magyarok ellen. Tehát az a pápaság, amely Magyarországnak az eltüntetésén fáradozott, és amely annyi mindent őriz a magyar múltról, hogy csak más ne mondjak, ebben az esztendőben éppen a januári napokat sikerült a vatikáni levéltárban töltenem, ahol újabb bizonyítékokat találtam arra vonatkozóan, hogy a Habsburg család mégiscsak a trastevérei gettóból származik. Ez egy nagyon fontos dolog, mert a magyar történelmet soha nem fogjuk megérteni, ha nem nézünk utána, hogy ki kicsoda, ki honnan jött. Mi magyarok a Kárpát-medencében voltunk mindig is, és innen rajzottak ki törzseink a világ különböző részére. Az, hogy Álmos 7 törzssel megkötötte a törzsszövetséget, ez a magyar nemzet születésének az előkészülete. Tulajdonképpen mondhatjuk, mint ahogy jeles történészeink 1848 körülre teszik a magyar nemzet születését, de például az amerikai Egyesült Államokban azt tanítják rólunk, hogy mi egy fiatal demokrácia vagyunk, a magyar nemzet az 1989-ben született, és így méltó módon fogja a nagyobb testvér pártfogolni az elkövetkezendő időkben is. Szerényen elhallgatják az igazságot, elhallgatják azt, hogy mi nem csak hogy az államiságunkat immáron 1100 esztendőre vissza tudjuk vezetni, és ez azért több, mint az amerikai hódítás 200 éve, amely során indiánoknak a 10 millióit írtották ki, és a világtörténelem legnagyobb gaztetteit követték el, hogy csak egy példát mondjak, Hiroshima. Ilyen a demokrácia őre, és emellett a felügyelet mellett történhet az meg Magyarországon, hogy a jelenkori helytartóság, legyen az bármilyen politikai árnyalatú, mindig egyöntetűen kiáll a magyar történelem meghamisítása mellett. Ez az a bizonyos finnugor fajelmélet, amelyet nem értünk kezdetben, hogy miért van rá szükség, de aztán lépésről lépésre megérthetjük, hogy nem csak a magyarság gyarmati alávetettségének a szellemi háttere, hanem tulajdonképpen a magyar írtásnak a legfőbb eszmei támasza. A magyar írtás pedig úgy néz ki, jelen is beszéljünk, mert az ő élet lehetőségeiket elképesztő módon nyomorították meg. A mezőgazdaság, a magyar ipar totális felszámolásával, a megélhetési lehetőségek megszüntetésével, és a közlekedési lehetőségeknek a pénzhez kötése által egyfajta olyan röghöz kötés történik jelen időben Magyarországon, mint ami utoljára a Dózsa-féle háborúnak a következményeként történt. A magyar történelemnek jeles dátumai az 1989-es fordulópont, amikor lehetőség lett volna arra, hogy önkezünkbe vegyük saját sorsunkat, ám a háttérhatalom és a háttérintézmények szervezkedése folytán gyakorlatilag nem történt meg a változás, nem történt komoly lépés arra, hogy Magyarországon a magyar végre úgy élhessen, ahogy dolgozik, és úgy létezhessen, ahogy megérdemli, ahogy az hozzá méltó. A magyar ember a háttérhatalom intézményeit nem ismerhette meg. Nem is tudhattuk pontosan, hogy kik az ávósok, kik a pufajkások, kik a
besúgók, kik a 3/1-2-3, ki tudja hányas ügyosztálynak a titkos munkatársai, tartótisztjei és mindenféle egyéb alkalmazottai. Nem tudhatjuk, hogy a hajdani pufajkások, munkásőrök miért foglalják a időben, hogy 7 millió magzatot az anyaméhben gyilkoltak meg, és immáron 3 millió ember veszítette el csak az utóbbi 20 esztendőben a munkahelyét, és közülük 2 millió keresi a mindennapi megélhetését idegenben. A magyar irtás különösen akkor válik kényes kérdéssé, hogyha megvizsgáljuk, hogy ki a magyar ebben a hazában. Számos elmélet van rá, hogy az a magyar, akinek fáj Trianon, ugye? El is fogadhatjuk. Az a magyar, akinek a felmenői éltek és haltak ezért a hazáért. A magyar mindig befogadó nép volt, de azt nem gondolták eleink, hogy pontosan azokat fogják kiebrudalni ebből az országból, és annak mindenféle hatalmi, vagy egyáltalán megélhetési lehetőségéből, akik magyarok. Most ott tartunk, hogy Magyarországon a magyarok vannak leghátrányosabb helyzetben, őket sújtják mindenféle nyomorúsággal, adópréssel, megélhetési ellehetetlenítéssel, a hétköznapok megkeserítésével, tönkretételével. Tudatosan még arra is figyelnek, hogy a közlekedés nehogy úgy történjen, ahogy lehetséges mondjuk ebben a városban, hanem legyenek dugók, legyenek egyirányú utcák, legyenek lámpák, útszűkületek, legyen nyomorúságos a magyar élete a saját hazájában. A vidéken élő magyarokról ne... Most pedig a következő előadónkat szólítanám. Kubinyi Tamás írót, művelődéstörténészt, újságírót, műsorvezetőt, az Álmos Király Akadémia alapítóját és az Álmos Király Televízió alapítóját. Kubinyi Tamás. Hölgyeim és Uraim, köszöntöm Önöket szeretettel. Immáron második alkalommal gyűltünk össze, hogy a pozsonyi csatára emlékezzünk, hogy végig gondoljuk ezen a helyen, immáron második alkalommal, hiszen két nappal ezelőtt is itt voltunk, és nem elég a pozsonyi csatára emlékezni, nem elég arra a háborúra visszagondolnunk, amely Magyarország végleges megalapításának a dátuma. Ez a nap, ez az óra, ez a perc az, amikor 907-ben, 1107 esztendővel ezelőtt Magyarország megszületett. Az, hogy a történelem hamisítás egészen odáig ment, hogy jó 100 évvel eltolta Magyarország alapítását, az ezredik esztendő karácsonyára, ez már része annak a folyamatnak, amelyet meg kell értenünk. Tulajdonképpen egy 1000 éves történetet kell végig tekintenünk, mert a pozsonyi csata és a jelenkor tökéletesen összefügg. Ugrosz eliminandos esse, a magyarokat ki kell írtani a Kárpát-medencéből, a világ minden részéről. Ez a szándék.